üzlet, Csipár Gergely vagyok, hangon francia tolmács. Több mint 10 éve praktizálok tolmácsként, és gyakran ügyfeleim arról panaszkodnak, hogy mielőtt találkoztak volna velem, óról jártak egy korábbi alkalommal, amikor tolmáccsal dolgoztak együtt. Ezekből a beszélgetésekből az is ki szokott derülni, hogy az ügyfelek, akiknek tolmácsra van szükségük akár egy konferenciához, üzleti megbeszéléshez, szakmai rendezvényhez, vagy bármilyen más eseményhez, jellemzően ugyanazokat a hibákat szokták elkövetni, amikor tolmácsot választanak. Ezért úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a legnagyobb hibákat, amelyeket a tolmács választáskor el lehet követni, és megoldást is nyújtok arra, hogy miként lehet ezeket a súlyos, esetenként komoly bosszúságot és pénzügyi veszteséget is eredményező hibákat elkerülni. Aki szeretné ezeket a hibákat kivédeni, az kattintson a videó alatti linkre az angolfranciatolmács.info weboldalra, ahonnan ingyen letölthető ez a tanulmány, még e-mail címet sem kell hozzá megadni, egy kattintás az egész, és ön is nyugodtan fog tudni tolmácsot választani.